A Cetefeger elleni 3-2-es összesítéssel megnyerte a bajnokságot és ezzel megvédte címét a Szolnok vízilabda csapata. Az ünneplésre azonban nem nagyon jutott sok idő, hiszen Ifjöp Csessándor együttese holnap már a BL 6-os döntőjében, ugye a Final Six-ben játszik majd a spanyol Barcelonéta ellen. A következő percekben az idei szezonon kérdezem Kóz Zoltán kapus kapusedzőt, Szidni olimpiai bajnokát, Szidni olimpiai bajnokát is. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt kívánok! No, hát um, nyilvánvalóan más a fáradtság, ha az ember, ember a kispadon figyeli ezt ezeket a fajta izgalmakat, mint amikor a vízben van, mindegyiket ismered elég jól. Melyikbe merül ki jobban az ember most így ebben a fázisodban, hogy látod? Hű, de nehéz kérdés így rögtön indításként. <laughs> hát mind a kettő elég fárasztó. Azt szoktam mondani, mindig, hogy fárasztó sport ez a vízilabda, a tanítványaimnak, meg a játékosoknak, meg egymás közt uh -huh. az edzőkkel, amikor egy-egy mérkőzés után, vagy, vagy hosszabb edzés után beszélgetünk, mind a kettő elég sokat kivesz a, az emberből. Isten igazából a talán az, hogy aki a parton áll, az, az ritkán mutathatja magát fáradtnak, vagy vagy elgyötörtnek, mm -hmm. vagy gondterhesnek. Neki az a, az a dolga, hogy kiegyensúlyozott legyen, és mutassa az irányt, és, és aki aki ránéz, az esetleg erőt is meríthessen belőle. Úgyhogy... Hát már ha tud, mert azért bekövetkezett az a helyzet is, hogy mondjuk uh, ott ül a kispadon, egy piros lapot kap, és még ott sem ülhet. Tehát nem, hogy erít, nem, erőt nem lehet belőle meríteni, de, de semmilyen formában nem biztathatja a csapatát. Mit történt ezen a harmadik találkozón végül is, ugye az összecsapás harmadik mérkőzésre gondolok, hogy, hogy ez bekövetkezett? Ö, hát nagyon egyszerű. A, a képlet az nálunk a kispadon szólnokon, hogy hogy amíg Sanyi Csesanyi meg nem kapja az első, pontosabban a, a sárga lapját, tehát az első figyelmeztetés, hogy most már vegyem vissza, addig ő reklamál. Utána átteszem én a... De vaj, vaj, ez most egy ilyen alapvető taktikai lefektetett szabály, hogy ő addig, amíg nincs meg az első, addig reklamál, amíg a csomag kifér? Ez kialakult. Aha. Ezt, ezt nem beszéltük meg, ez kialakult. Tehát addig ő reklamál, faj súlyosabb is egyébként, amikor a, a vezetőedző reklamál, vagy vagy tesz szóvá dolgokat, bizonyos dolgokat, észrevételeket. Amikor ő megkapja a sárgát, akkor ugye már nagyon kell rá vigyázni, mert mert az nincs, nincs tovább. A másik figyelmeztetés az már piros lap, és igen. akkor automatikusan el kell hagyni a kispadot, utána, utána jön a, a másod edző jelen esetben én. Egyébként én sokkal többet szoktam szerintem reklamálni a mérkőzéseken, ott azon a, azon a, meccsen a harmadik negyedben volt egy olyan szituáció, már nem is tudom, hogy mennyivel vezetett az Eger, szerintem olyan, olyan két góllal körülbelül, és nagyon jól védett az Egriek kapusa Stefan Mitrovic, Branislav Mitrovic, bocsánat, keverem a Mitrovicsokat, és, és leszerelte úgy a Varga Dénes, hogy szerintem öt méteren belül szerintem volt benne egy kis falt is, és akkor erre reklamáltam én egy, egy büntetőt uh -huh. Molnár Tamásnál, uh -huh. aki, aki nem tolerálta egyáltalán, és rögtön egy piros lapot mutatott fel. Mit számít az, hogy egykor egy csapatban nyertetek? Mi ilyenkor ennek már semmi jelentősége? Á, Az egy világon. De hát harag sincsen. Persze. Tehát és akkor erre, erre azt hiszem egy vagy két percre rá, Sanyi pedig mindent egy lapra feltéve, hát ha ez megfordítja lélektanilag a, uh -huh. a, a csapatot, adott esetben a játékvezetést ő is túlment azon a bizonyos határon, ami, úgyhogy ő is piros lapot kapott aztán. És akkor az ember ilyenkor mit, tehát hogy mondjam, mennyire érzi a, a, hogy mondjam, a súlyát annak, hogy, 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 rizikóztatok, és, és bekövetkezett egy olyan verzió, ami <coughs> persze mindenképpen megnehezíti a csapatotok dolgát, tehát egyértelmű, ha nincs ott szakvezető a szakvezető. Hát, <coughs> kis padon. szerintem maximálisan, maximálisan annál is inkább mondhatom ezt, mert Cseh Sándornak tavaly is azt hiszem csak egy piros lapja volt, nekem is egy volt tavaly, idén egy, uh -huh. tehát uh, mindenképpen ezt, ezt, ezzel úgy kell gazdálkodni, hogy uh, hogy ha már, ha már ezt, uh, ezt bekövetkezik, akkor ennek legyen valami haszna. Uh -huh. Ez uh, olyan értelemben sikerült, hogy azt a meccset nem sikerült megnyerni, a harmadikat, viszont a, a negyediket Egerben hiába nyerte meg az Eger ott, azért már egy a harmadiknál egy jóval jobb játékot produkált a csapat, uh, Nélkülünk, tehát Kovács István ült akkor a uh -huh. kispadon. Uh -huh. No hát beszéljünk egy picit arról, mert aztán végül is, ugye mondhatni, hogy a végletekig ment ez az erőpróba oda-vissza az Eger és, és köztetek, és hát végül is, ugye, meghozta a Szólnak most már, immár a nyolcadik bajnoki győzelmét. Ismered nyilván ezt a helyzetet a vízből is, most már talán a partól is. Tehát, tényleg az ember ilyenkor mennyire tudja magát elengedni, amikor gyakorlatilag eseményből eseménybe esik. Tehát nincs idő arra sem, hogy a katarzis bekövetkezzen, hogy igazából elengedhess magad egy-két napra, hogy, mert, mert nincs egy-két nap, mert hát hiszen össze kell kapni ezt a társaságot, és nem akármilyen tingli-tangli viadarra, hanem a Final six -re. tehát hogy, hogy, hogy szinte mondhatni, hogy még nagyobb erőket kell majd kitolni innentől kezdve. Ez így van, de ahhoz, hogy ezeket az erőket meg tudjuk kapni, vagy, vagy Ö, ott aztán ki tudjuk adni magunkból, ahhoz azért mindenképpen helyre kell tenni a dolgokat, és ö, az, hogy, az, hogy mi men nyertünk egy magyar bajnokságot ilyen kiélezett csatában, az egy hatalmas siker. Tehát ö, a, a csapat szombat este a mérkőzés után igenis összejött, és ö, ö, egy, egy nagyon, nagyon, szerintem egy nagyon bensőséges, egy nagyon, ö, nagyon szép ö, vacsora a keretében, azért egy néhány órát mi elidőztünk a, az, az elmúlt... Szóval, uh, egy mini és engedtetek magatoknak, igen, tehát igen. kell, hogy legyen valami gőzkieresztő fázis, ugye? Persze, ben, uh -huh. persze mert, mert mert nem lehet, hogy mindig csak a, a munka és a, a munka maradjon meg a fejekben, hanem, hanem az, hogy ennek a munkának ez volt a, a gyümölcse, és ezt együtt értük el, együtt ültünk egy, egy asztalnál, ott voltak a feleségek, barátnők, és, és aztán Ebből egy nagyon nagyon jó baráti este kerekedett, amiből szerintem oké, okay, hogy nem feküdtünk le tízkor, hanem csak mondjuk éjjel egykor, de de ez a, ez a három óra, amit elvett, annyit, annyit adott is valószínűleg. Ugye ebben nyilván vannak olyan tartalékok, amiből az ember elkezd építkezni. Na és akkor hogy építkezik, ugye? Mert hmm. akkor ilyenkor azért ez ott helyben még csak oké, okay, de azt a másnap újra be kell ugrani a medencébe. Fájnak, sajognak a testrészek, ugye sebek, a szó szoros értelmében is, nem csak, nem csak egyéb átvitt értelemben. Tehát ezeken felül kell tudni emelkedni, el kell tudni felejteni, annál is inkább, mert hogy nagy és komoly ellenfélvállatok. Ez így van, ez egy elég összehangolt munkát igényelt, ugye a, a stáb részéről, a, aminek a, a, a főnökkel a szakmai irányítója Csesándor, aki a stábtagok véleményére természetesen azért ad, és mi már másnap este, vasárnap este edzettünk egyet, ennek nem volt semmi különösebb sarokpontja, csak annyi, hogy mindenki ugorjon be a vízbe, 20 ezer métert, dugják a fejüket a víz alá, amikor kinéznek, akkor, és egymás meglátják, akkor csillogó szemekkel találkozzanak, egy kicsit a, a előző hetekben felgyülemlett avat úszák ki magukból. Mm -hmm. Hát ez egy ez, ez kis, kis pszichológiai, kis simogatás Így van. gyakorlatilag. Így van, és egyébként ö, ö, természetesen minden, minden ezzel kapcsolatos, tehát vízilabdával kapcsolatos cikket és írt elolvasok, és meg hát a magam múltjából is ö, táplálkozom, és ö, azt kell, hogy mondjam, hogy amikor azokat olvasom, azokat a híreket, hogy például a ma, mai sportban is, hogy Dabrowski Norbert azt nyilatkozta, hogy már lassan egy kórházi, ra hasonlított a csapat. Én ezeket a jeleket nem tapasztaltam nálunk. Tehát nem nagyon volt olyan játékos, aki, aki fáj, fárad, fájdalomra, vagy sérülésre hivatkozott volna, vagy kihagyott volna edzést, vagy akár csak megemlítette volna. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon jól fel volt ez építve, mondani. Akkor hogy... nagyon gratulálok, mert ez egy óriási erény, tehát ugye ma azért azt gondolom, hogy csapatok, de még nemzetközi komoly nagy labdarúgó csapatok értékét is mérik abban, hogy a játékosok mennyire használódnak el egy bajnoki szezon alatt és itt, amikor egy ilyen elképesztő kiérezett csatában tényleg, hogy mondjam, erő erőnek feszült minden szempontból, akkor ez nagy dolog, hogy, hogy ezt, ezt nem óriási sebekkel a testeteken, illetve hát nyilván a játékosokról beszélek, viselték el, hanem hogy ezek szerint maradt, maradt bennük spiritus és tartalék remélhetőleg. A... Hát azért itt a, a világ legjobb vízilabdázói közül minimum tíz. A... Itt van. itt van, egy másik tíz az Egerben. É, és, és, hogy mondjam, tehát itt, itt, azért fejben is rengeteg tartalék van. Persze, persze. No, hát akkor viszont csak egy, egy pici előrejelzést ad nekünk, hiszen gondolom, hogy, hogy egy, egy, ilyen, hogy mondjam, sikerben edződött társaság most, most még nagyobb étvágyjal, és hát pláne a tavalyi szereplést követve szeretne javítani. Igen. Ö... Én úgy érzem, hogy miután most már második éve vagyunk így együtt, ahogy vagyunk, Áron Jánger <tosz> és Fülöp Bence kivételével, de ők csak hozzátettek a csapathoz, ö, szerintem, szerintem komplekt, komplettebbek vagyunk, mint ö, tavaly voltunk, ugyanilyenkor, illetve aztán remélem senki se fogja számon kérni ezt rajtam, én úgy érzem, hogy talán a, a Barcelonetta meg, meggyengült egy-két helyem, elment tőlük, egy nagyon jó balkezes, elment tőlük a Perone, és ez mindenképpen azért, tehát ott gólokba mérhető volt azon a egyébként nagyon szoros, egy évvel ezelőtti 6-6-os mérkőzésen. Uh -huh. Ezzel együtt ez egy ez egy rendkívül kielezett szituáció lesz, tehát egy mérkőzésen kell nyerni, Igen. és egy mérkőzésen meg bárki, hát nem bárki, de azért közel az, azonos Vélelés. tudásszintű csapatok között egy mérkőzésen bárki meg tudja verni a másikat. Úgyhogy itt itt elindult ugye a vasárnap esti átmozgató edzéssel egy, egy, egy nagyon komoly taktikai felkészülés is. Csesánor 5 mérkőzés vágott meg erre a, a csütörtöki találkozóra. Ezt tegnap este átnéztük, kiveséztük, és, és gyakoroltunk rá. Volt fizikai felkészülés is, egy, egy edzés bele lehetett iktatni, Ma délelőtt nincsen már edzés, este már a helyszínen, a Margit szigeten fogunk edzeni az ellenfelünkkel félpályán, tehát ott már, ott már nagyon taktikáról nem lesz szó, inkább csak, a, csak az utazást meg kicsit átdolgozni, átmosni, illetve a másnapi mérkőzésre. Szóval nagy, nagy, nagy feladat vár rátok, hát végül is Európa a hat legjobb csapata között két magyar is ott van, ott van az Eger, és ott vagytok ti is, és hát úgy tűnik, hogy, hogy nem edzésből, hanem versenyből érkezve, sikerből érkezve, én bízom benne, hogy, hogy, ez a csapat lesz olyan erős, hogy, hogy meg tudja mutatni egy, egy újabb erényét mindkét magyar csapatnak természetesen nagyon szorítunk. Köszönöm szépen, köszönjük és gratulálok meg. a bajnoki győzelemhez. Nagyon köszönöm. Mert nem akár én menetelés végén született meg. Köszönöm szépen, Zali.